Sziasztok fiúk, lányok, köszöntelek benneteket, ez itt a Heroes of the Storm, egy gyors mérkőzés Sylvanas főszereplésével, aki ugye a legújabb hős, aki bekerült így a rostába, és ezen a héten ő az egyik ingyenesen kipróbálható hős, úgyhogy én is rávetettem magam, és nagyon sok jó mérkőzésem volt vele, és szerintem ő lesz a következő, amit ki fogok oldani. Úgyhogy őt szeretném elsősorban így bemutatni nektek a videóban, ő egy World of Warcraftos hős, hogyha valaki nem ismerné, és hát elsősorban egy DPS specialista hibrid, tehát nagyon jó sebzést oszthatunk ki vele, és egyúttal, melyik legyen, mondjuk egy ilyen minionozós buildet szeretnék, ez a, úgyis az elátkozott pálya, ahol ugye megátkozhatjuk az ellenfelünk csapatát és lényeit, hoppá, júj! Azt a teleport mindenség itt neki. Közben itt megjött troll is. Trollkodni. Itt egy másik Sylvanas, én meg akkor Abaturral felelősítve próbálok itt a harcban maradni. Hoppá, 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 Illidan ott van. Illidan elfuthat? Aj, és a szellemeim pont nem érték utol. Na nem baj, mindjárt kap itt hideget és meleget. Na hát így igyekszem majd bemutatni nektek a hős, csak itt annyira akciódús ez a kezdés. Jó, megyek fölfele. Ott egy kicsit talán nyugtom lesz és tudok beszélni. Na, szóval Sylvanas, ahogy mondottam, volt egy ilyen DPS ostrom hibrid, ugyanis majd amit látni fogjátok, a képességei tényleg nagyon egyediek így a többi ilyen, hát elsősorban ilyen assassin kaszthoz képest. Na, az első képességünk ez a Withering Fire, ami lényegében egy ilyen gyors tüzelő mód, ami relatív egész hamar visszatöltődik, és ezt tényleg így spammelnünk kell, és akkor látjátok, így lövi a fekete nyilvesszőket, amik hát alapesetben így a körny a legközelebbi lénybe csapódnak bele, egyébként meg a hősöket priorizálják, tehát hogyha van hős a közelben, akkor alapvetően azt kezdi el lőni. A következő képességünk az a Shadow Dagger, vagy pedig árnytőr, ami hát egy ilyen területen fertőző ilyen képesség. Lényegében annyit csinál, hogy egy lényre rávarázsoljuk, és utána az a lény, hogyha van a környezetében még más lény, akkor szépen azokra így átterjed, és akkor így fertőz. Na, Illidant azért így nem kéne egy túlságosan magunkra. Gyerünk, 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 hú, jól van, vissza tudtam menni. A harmadik képességünk pedig a Hound, a Haunting Wave, tehát egy ilyen kísértő hullám. Na, azt hiszem, hogy most ezt fogom egy kicsit fejleszteni, és akkor egy olyan talentet raktam rá, hogyha... Tehát ez azt csinálja, hogy egy szellemet enged el, ami sebez, ami útjába kerül, és hogyha ez alatt az idő alatt, amíg a szellemek mennek, még egyszer használjuk, akkor oda teleportál Sylvanas. Tehát ez még egyúttal eléggé mobilissá is teszi a kis hősnőnket. Hoppá, hoppá, hoppá. Jó, Tyrael közben szeretne délen egy kis segítséget, de én meg visszamegyek szépen felgyógyulni, aztán majd megyek. Na, jelzem, hogy megyek, úgyhogy tartsanak ki. Jó, itt egy darab Nova van, megjött közben Illidan is. De ahogy nézem, egész jó, tartják itt a frontot a srácok. Nem baj, mire ideérek, addigra a piros csapattól is ideér a többi, és úgyhogy ilyen vérfrissítés gyanánt idejövök. Na és látjátok, így oda teleportáltam. Na és a különleges passzív képessége Sylvanasnak talán szerintem az egyik legdurvább. Ez abból áll lényegében, hogy minden egyes sebzésével, amit így okoz, lényegében... nem tudtam. Leállítja az adott épületnek a működését, de olyannyira, hogy ez még a semleges lényekre is érvényes, tehát ha valamit meglövünk, és az mondjuk nem játékos, akkor az egy rövid időre így eszméletlen marad. Vagy hát így nem csinál semmit konkrétan. És ezért mondtam, hogy nagyon durva ostromhős Sylvanas, ugyanis oda megyünk egy toronyhoz, azt meglőjük, és onnantól kezdve az a torony csak kamillázik. És nem lehet használni, vagy semmit nem fog csinálni. Na jó, megyek éjszakra, mert ott van ez a Pandaren, aki így trollkodik a tornyainkon. Aztán azt így nem kéne hagyni neki. Meg látjátok, tehát itt már egy tornyot leamortizáltam. Vagy hát a lények segítségével. Na, következő talent,
Ezt az ánytőr ugye én ezt szoktam kirakni, hogy gyógyítson rajtam, mert ha így átterjed, amiközben átterjed, és látjátok, ott azok a 35-ös hílek megjelentek, tehát minden egyes alkalommal, amikor átterjed egy másik lényre, akkor gyógyít. Na, most akkor ez így nem jött össze, jó, nem baj, akkor még egy kicsit feltápolom magam, és akkor megindul az ostrom a vezetésemmel itt éjszakon. Jó, reméljük. Jó, azt a tornyot akkor így elkezdem meglőni, és látjátok, ilyen fekete lesz, és innentől kezdve az a torony semmit nem csinál. Jó. Hát... Change Storm Stout az itt nem nagyon fog nekünk ártani. Hoppá, de megjött Nova is gyorsan. Új. Vagy mi ez? Valla, nem Nova. Fenébe. Én meg későn kaptam erősítést Abatúrtól. Na, azért nem vagyok túlságosan elmaradva, most ez a halál nem jött jókor, de alapvetően szerintem eléggé jól tartom itt a frontot. Na és már vissza is tértem, most igazániból bemegyek szerintem középre. Annyit még hozzátennék, hogy Sylvanas így a zsoldosoknak a kioldására sem utolsó, tehát most megpróbálok pár zsoldost így zsákolni. Egész egyszerűen azért, mert egyszerűen a zsoldosokat is lebénítja a képességünk, és hát ez azért nem kis előnyt jelent, azt mondanom sem kell. Főleg így a magasabb szinteken. Jó, az is ott kamillázzon, jó? Jó, és akkor így, ha így ügyesen mikrózunk, akkor itt tényleg nem tudnak belénk lőni az óriások. Jó, és hogyha már csak egy óriás maradt, akkor annak már semmi esélye nincsen ellenünk. Jó, és akkor így folyamatosan óriásokkal tankoltathatjuk így az ellenfél csapatát, plusz akkor itt ezeket is elintézzük. Ráadásul ezek a gyors tüzelő nyilak úgy vannak elkészítve, hogyha mellettünk meghal egy... semleges lény, akkor újra tölt egyet, ha pedig egy hős, akkor mind az ötöt újra tölti. Na, megyek közbe vissza, csak előtte még egy kis életet tankolok. Jó, elvesztettünk egy hőst, az nem túl jó. Viszont itt még bemegyek a sűrűjébe. Mit kapott? Bírt ki, nem jött össze. Na, itt van a 10-es szintű talent, ahol itt tényleg nagyon sok opciónk van. Illetve lenne, hogyha nem halnék meg, közben itt egy Nova alig HP-val túlélte. Az első az a Wailing Arrow. Ez egy nagyon durva sebzésű nyíl, amit magunk előtt egyenes vonalba lövünk ki. A másik pedig a Possession, tehát megszállás. Utóbbi az egy elég rövid visszatöltős idővel rendelkező képesség, amivel a semleges, ellenséges minionokat tudjuk áttéríteni a mi oldalunkra. Azt hiszem 5 másodperces, vagy nem, 4 másodperc alatt töltődik újra, és akkor ezáltal tényleg az ellenfélnek így a seregét szép lassan átállíthatjuk a mi oldalunkra, ráadásul úgy, hogy fel is erősíti nekünk őket egy picit, tehát így duplán megéri az egész. Hát én szerintem itt ezt a Wailing Arrow-t fogom erőnyben részesíteni, mert ezen a pályán több a csapat harc, és amint látjátok, tehát hoppá, egy kis silence. Előre küldöm a szellemeket, és akkor mi is támadásba lendülünk most már, ezt a tornyot is, és szépen itt lekapcsolom, jól van. Illidan mindjárt kap egy nyilat, vagy egy ilyen ánytört a fejére. De nem mer közelebb jönni. Na, Illidan gyorsan kifókuszáljuk. Kap még egy AOE-t, az a torony sem működik most, ahogy elérték a szellemek, és akkor itt szépen áttörtünk. Hoppá, közben ott kéne menni az áldozatért valakinek. Jó, ez már bukó. Megjött Illidan, jó, én egy kicsit háttérbe vonulok. Mert a halott DPS az nem DPS, ahogy a mondás is tartja, és akkor szépen visszamegyek. Hát jó, erre az áldozatra figyelhettünk volna, de helyette ott mondom leamortizáltuk a tornyot. Jó, kicsit vissza-vissza, kérnek egy kis pajzsot, Abatúr. Remélem ez megdöglik most itt. Nem, ott piál, nagyban piál.
de túléli. Elég sok HP-ja van ennek a Storm Stout bácsinak, és most hordóként gurul. Na, mi legyen, mi legyen? Dupla nyilzápor, jó lesz az. Főleg így a minionoknak a ritkításában. Na, elvesztettük Tyrielt is, ahogy látom. Viszont elég jól állunk, érzésem szerint. Jó, most már megint van végső képességem, úgyhogy lesz itt egy jó kis nyilzápor. Ez egyébként Silence-el is 2,5 másodperc, és elég nagy a lőtávja. Ráadásul ez is úgy működik, hogy a második töltet az tehát random felrobbantható. Jó, most itt ezt zsákolnunk kell, mert akkor itt ez nagyon nagy előnyt fog nekünk jelenteni. Így szerintem a háttérben maradok. Jó, egy illiden mínusz. Jó, ez az nagyon jó. Két hős mínuszban vannak. Mi meg akkor ezt... na jó, ez nem volt szép. Vallának a nyílzápor. Jaj, valahogy újra kéne töltenem itt az életcsíkomat, de ez így nem jó. Ezt lőjük le, gyerünk Nova! Ez szép volt. Egy-egy. És abba túr bezsákolja, az nagy... Ajjaj, de Illidan meg rátalált. Nem jó, ez nagyon nem jó. Illidan, ő halt meg ugye elsőként, és most ő fogja bezsákolni emiatt az egészet. Mi meg ugye itt kamillázunk. De kár érte. Na jó, hát akkor védekező állás. Ja, most próbáljuk az óriást bezsákolni. Na, és ilyenkor ugye a mi tornyaink nem csinálnak semmit. Na nézzük, Illidant akkor meg kell büntetni, mert most lényegében ő miatta nem mi zsákoltuk be itt a jó dolgokat. Nagyon jó. Két hős mínusz. Én meg itt akkor mobozok tovább. Hát itt leromboltak nekünk elég sok épületet. Na, következő. Az ánytör tegye még inkább sebezhetővé a lényeket. Jó, kicsit ott terjedjen szét a fertő rajtuk. Én meg így a nyílzáporral feltartóztatom itt az ellenfélnek a hordáit. Közben ott Stormstouték középen, ahogy nézem, ostromolják még itt a cuccokat. De nem baj, én itt most itt... minden szépen lekapcsolok, és nem hagyok esélyt arra, hogy itt jöjjenek az lények, és a mi lényeinknek ártsanak. Látjátok, hogy nulla HP-val jönnek. Jó, mindjárt vége az átoknak, ez az, és felgyógyultak. Nagyszerű. Életnek a szellemek. Jó, megpróbálom mind a két épületet kivonni, így felváltva. Illidan levadászott. Jó, hát egyelőre szoros az állás nagyon. Mi vesztettünk egy tornyot, ők vesztettek egy tornyot, illetve nem, mi már kettőt, ahogy nézünk. Hát igen, ez az átok miatt van, de ha a következő áldozatot elkapjuk, akkor valószínűleg itt nagyon szépen fogunk tudni egyenlíteni. Ja, most szerintem én is rámegyek majd ezután itt a zsoldosokra középen, és azzal szerintem egy elég jó offenzívát tudunk indítani, hogyha nem most jön pont az áldozat, na még 8 másodperc, és pillanatokon belül visszatérek, na közben itt középen kövessük az eseményeket, Tyrielék nyomulnak, jön Valla is mellette, én pedig visszatértem, és bezsákolták a nagy orjást. Ez nem jó, ezt meg kell állítani. Az nem maradhatott életben. Ahogy nézem, Valla még itt kapott egy kis életet. Jó, ebbe az orjásba én többet tudok sebezni, hála az égnek. Jó, nem maradhat életben. Jó, ezt az Illidant intézzük el. De ne ő intézze el a mi hőseinket, Jézusom. Hol vagyok egyáltalán? És miért engem üt Thrall? Jesszusom, hát mi volt itt? Hát ez így most nagyon nem néz ki jól. Ami minket illet. Ketten elhullottunk. Jó, mondjuk a másik csapat sem túl fényes.
formában van. Jó, ezt az óriást itt valószínűleg megállítják ezek a tornyok, legalábbis merem remélni. Jó, jön végre, itt van Tyriel is, épp jó, hogy megérkezett. És akkor ezt a pár miniont itt levadászták. Tyriel pedig meg kéne, hogy ölje Trallt, de a Trallnak az a baj, hogy nagyon erősek a képességei. Ilyen szempontból Tyriel nem fogja tudni levadászni. Maxim itt elintézi a maradék klipet, hogy spóroljon egy kis... Na, legalább minket átkozott, vagy nem minket átkozott meg, úgyhogy Abatúr észnél volt. Hát, de ez egy nagyon ügyes Abatúr egyébként, tehát nézzétek meg, ilyen mester skin is van neki. Az azt jelenti ugye, hogy már legalább 10-es, vagy 9-es most már. De hogy elég sokat játszott Abatúrral, és még nem sajnálta rá ugye az aranyat se, hogy megkioldja ezt a skint, mert azt hiszem el kell érni vele egy bizonyos szintet az adott hőssel, és majd ezt követően lehet csak megvásárolni, ha jól tudom, aranyért. Na, megyek ezért az óriásért. De lehet, hogy inkább először ezeket a bruisereket oldom. Oppá! Azt a rohadt, hát ez kár volt. Esélyem nem volt, itt három is volt. Hát, nem túl rózsás a helyzet, hogy őszinte legyek, de legalább így mi nyomolunk, annyi előnyünk van. Na, és 20-as szint. Mi csinál ez? Dupla annyi sebzést szenvednek azok, akiket eltalál ez a nyílvessző, plusz még 5 másodperce silence-eli őket, magyarán szóval 5 másodpercig semmilyen képességüket nem tudják használni. Ez durva. Na jó, most már többet nem szeretnék halni, hanem hozzásegíteni a csapatomat a győzelemhez. Jön Illidan. És ugye Illidan elől tudjuk, nem lehet elfutni. Nagyon jó. Sem belesétált az Ion ágyúba. És jön még egy Ion ágyú. Jó, itt hullanak a hősök gőzerővel. Egyelőre kettő-egy az állás ide. És még egy Ion ágyú, mindegy, az a Nova is elhalálozik, megjött Trall, Trallt viszont, nézd már, egy Fissur, vagy mi ez, egy földnyelv, na, jó, egyelőre jól állunk. Ez mi volt? Jézus Isten! Nekem meg még nem töltődött vissza a nyílvesszőm, ez nem jó. Hát ez a Trall, ez mit ütött rám? Fel se fogtam. Egyszer csak eltűnt a HP-m. Na nem baj, itt most jó lenne, ha itt Valla megállítaná ezeket, és nem csak itt szerencsétlenkedne. Jó. Na, a másik Valla viszont kapcsolt, hogy lövik. Jó, te nálunk így a Tyriel viszi így XP-ben a pálmát, ahogy nézem. És közben itt délen Abatúr nagyon jó nyomást gyakorol az ellenfél csapatára, jó sok ilyen kis sáskarajjal megtámogatva, akik most már így távolról köpik szét az épületeket, úgyhogy Abatúr is nagyon ügyes. Ja, Trall is most már próbálja menekülőre fogni. Na, nézzük csak, mi történik. Jó, megyek ezért. Jelzem nekik, hogy ezt elfogom. Én különben is ez így már sokkal szakavatottabb vagyok, ha lehet így mondani. És most már így duplán lövök ezeket az óriásokat is így a képességemmel, tehát így abszolút a legjobb karakter így Sylvanas ezekre az óriásokra. Jó, menjünk szépen az átokért. Jó, most ezt így próbáljuk meg itt megkaparintani. Ha csak nem mászik rám Illidan, de akkor szétnyilazom a fejét, az biztos. Hoppá, ezt az előzőért kapja Trall. Na jó, most egy ilyen nagy nyomást próbálok gyakorolni. Beindítom az óriásokat is, most a többiek pedig nyomuljanak. Jó, kapnak ilyet is, szellem. Ez leviszi szépen így a páncélzatukat, és egy pillanat, de ne jöjjön ide Tyriel, nem kell nekem segítség. Azért kösz, hogy ide tiszteletet tetted erre itt nálunk. Na jó, Tyriel, tankold meg ezt a dögöt. Ezt már mondjuk nem tudom lebénítani ugyanúgy.
de nem baj, szétkapjuk ezt az óriást is. Hoppá, engem legyökerezett. Ezt mindig elfelejtem, meg ezt nagyon sokan benézik, hogy időnként lerak az emberek alá egy ilyen kis körbe valami szutykot, és akkor abba ki kell menni, mert különben abba így beleragadnak egy rövid időre. Jól van, itt nagyon nagy offenzívával készülünk az ellenfél csapat számára. Közben itt megjelent az újabb áldozat, amit szinte jó lenne bezsákolnunk, bár itt most nagyon nagy csapatharc lesz, nekem meg még 20 másodperc hiányzik a képességemhez. Jó, megjött Illidan. Hogy az a... Jó. De ahogy nézem, közben el lettek intézve. Na jó, megjött a két jó madár, Shen és Thrall. Jó lenne, ha Tyrael megtankolnán. Nagyon jó a csigát, Snail. Jó, őt is agyon rakták. Jó, hát akkor csak én áldoztam be magamat. Anyád motorozzál ilyen hangosan éjszaka. Na mindegy, tehát akkor csak én áldoztam be magam, de megérte. Hú, Abatúr nagyon szépen teljesít, ahogy nézem. Jó, hát itt most megint én vagyok a leggyengébb láncem, de alapvetően a csapatunk nyer, és ez a lényeg. Közben itt megindult Abatúrnak ugye ez a mutáns szörnyetege, ő pedig itt közelből uszítja a sáskahadat az ellenfél várára. És most már megérkezett, most már lőtávba került ugye a főépületük, én pedig 10 másodperc múlva visszatérek. És megérkeztek az óriásaink is. Tehát itt már nem sok marad így az ellenfél bázisából. Jó, egyelőre mi vezetünk, ez egyértelmű. Már csak meg kell tartani ezt, és nem szabad kikapni egy nagyobb összecsapás alkalmával. Jó, megyek ide a többiekhez, akik itt elkezdték az óriást legyakni. Ezt ha így elhódítjuk, az megint nagyon sok segítséget jelent majd a kis csapatunknak. Jó, de nem én akarom tankolni, hello. Megjött Shen. Jó, az ott meg visszagyógyul. Kapjuk el! Jó, egy kill, oda! Jó, hát ez most nem a legjobb. Tyrielnek most már nem kellett volna. Jó, egyet legalább még magával vitt, de hát hárman maradtak még így is. És nem, Shen az túlságosan táp ahhoz, hogy elvigye egy ilyen robbanás. Na jó, hát nem lesz meg a harmadik áldozat, és konkrétan Abatúrt leszámítva az egész csapatunk az most kamillázik. Úgyhogy itt most lehet, hogy le fogják egy picit amortizálni a meglévő három várunkat, és akkor az előnyünk az úgy eltűnik, de alapvetően még mindig jól állunk. Jó, itt most próbálják megfékezni az előre nyomulást, Abatúr pedig a saját szörnyetegével próbálja itt a zsoldosokat áttéríteni. Hát pont a legrosszabbkor álltunk neki itt egyébként ezt a fő monstrét leverni, na közben megjött segíteni neki Valla. Nagyon jó ez az Abatúr, hát nem véletlen, hogy ilyen skinje van már, tehát abszolút rá van állva erre a karakterre a játékos. Ott meg közben szopíznak a cocák. Na jó. Akkor támogassuk meg itt a déli frontot, bár mondjuk szerintem középen kéne inkább. Na, 8 másodperc múlva lesz ultim, úgyhogy ezt ki kéne használni. Jó. Én ezt egyedül elkapom, csak most beírni se szeretném nagyon. Jó. Jó, pajzsok len, remek. Ezek így semmi időben nem tartottak nekem. Jó, ott egy áldozat, azt el kéne kapnunk. Azzal lényegében majdnem, hogy megnyerjük ezt az egész mérkőzést. Ha ezt most el tudjuk csípni. De valószínűleg ezt a másik csapat is nagyon-nagyon jól tudja. Ó, és ők meg az óriást szabadították ránk. Jó, várjuk ki. Mi a? Jézusom, hát ez agyonvert ez a Thrall. Jó, egy meghalt, még ott halljon, de kit lő az a Tyrael? Jó, ja, hogy az kettő klón volt, oké, nem szóltam. Gyerünk, Valla, Abatúr páros, jó, nagyon jó, Illidan elhalálozott, szép, már megint nekem sikerült csak meghalnom. De hál' Istennek még előtte kiosztottam a DPS-t.
Jó, innentől kezdve én szerintem elég, ha csak mozizzuk, hogy így leamortizálják a főépületet, mert ez így már győzelem. Kész. Jól van, hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, hát sajnos nem tudtam annyira effektív tagja lenni a csapatomnak, bár lehet, hogy a csapatom volt túl jó. Minden esetre ő volt Sylvanas, nekem nagyon bejött a hős, és tényleg egy nagyon érdekes és izgalmas akciódús új karakterről van szó. Én pedig akkor ezzel a képpel búcsúzom, találkozunk legközelebb, és hamarosan ugye itt van a nyílt béta, illetve június 2-ai dátummal pedig a megjelenés, és ezzel párhuzamosan jön Keltas Sunstrider, aki egy vadonatúj hős lesz, úgyhogy még jönnek ám rendesen az új hősök, és ez még szerintem a megjelenés után sem fog változni, úgyhogy még nagyon sok hősnek van ám helyeben a játékban. Na jó, viszont én tényleg nem beszélek most már többet, köszönöm szépen a figyelmet, legyetek jók, sziasztok!